Az előbb felolvasott szakaszból, a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből olvasok újra. Hitáltal tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának mondják, mert inkább vállalta Isten népével együtt a szenvedést, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét, mivel többre becsülte Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett. Eddig a kiemelés. Kedves testvérek, két héttel ezelőtt a Vértesaljai Egyházmegye lelkészeivel együtt töltöttünk egy szűk hetet, és ezen a héten mindig előadásokra figyelünk, ezeket együtt megbeszéljük, így próbálunk egy kicsit készülni és elmélyülni a lelkészi szolgálatunkban. Az utolsó záró előadást Aszbej Trisztán államtitkár úr tartotta, aki a világon egyedülálló módon csak Magyarországon létező üldözött keresztjének ért segítő államtitkárságot vezeti. Előadásának a témája a keresztény üldözés volt, és az, amit mi tudunk ma tenni. Azért, hogy segítsük őket, milyen lehetőségeink vannak. Egészen elgondolkoztató, sokszor megrendítő volt az előadás. Többek közt az a részlete, amit most ide is hozok elétek. Előadásában megemlékezett azokról a kopt keresztjénekről, akik Egyiptomban élnek, 2000 éves keresztjén csoport ez, ott Egyiptomban egy muszlim államban. Körülbelül 6 évvel ezelőtt 21 fiatal férfi indult el munkát keresni, hogy el tudják tartani a családjukat. Ezt a 21 fiatal férfi embert az iszlám állam terroristái elrabolták, több mint egy hónapig kínozták őket, majd a tengerpartra kivezették őket, és egyenként megkérdezték mindegyiktől, hogy áttérsz-e az iszlám hitre. Egyenként mindenkinek felajánlották a lehetőségét, ha igen, akkor életben maradsz. És a 21 közül 21 mondta azt, hogy én Krisztusban hiszek, és ha kell érte, meg is halok. Egyenként vágták el a torkukat, szinte lefejezték őket, erről videót készítettek az iszlám állam harcosai, és ezt kitették az internetre, elborzasztásul. Egészen megrendítő volt hallani az ő történetüket, képekkel is illusztrálva, nyilván nem a kivégzésről, de megtalálható egy tabló az interneten is, ahol ott van ez a 21 keresztjén fiatal férfi, akik az életüket adták a hitükért. Büszke vagyok arra, hogy egyedül nekünk magyaroknak van olyan kormányzati szintű szervezete, aki az üldözött keresztjéneket segíti. Egészen csodálatos munkát végeznek, érdemes utána nézni. És amikor az ember ezt hallja, akkor óvatosan felteszi magának a kérdést, hogy Uram Istenem, vajon az én hitem elég erős lenne ahhoz, hogy kitartsak melletted az utolsó percig is? Istenem, vajon szeretlek téged annyira? Szeretlek téged annyira, hogyha kell az életemmel is bizonyítsam, hogy mindennél fontosabb vagy nekem? Most csak hála van bennem, hogy a világnak ezen a szegletén nem kell ekkora áldozatot hozni a hitemért. Ekkorát nem kell. De hadd tegyem fel a kérdést, kell egyáltalán áldozatot hozni? Egyáltalán mit jelent ma itt a 21. században Európában kereszténynek lenni? Van ebbe bármi kihívás is itt nekünk? Miben különbözik egyáltalán egy európai magát kereszténynek mondó ember attól, aki azt mondja, hogy ő nem hívő, nem keresztjén? Valaki egyszer mondott egy nagyon erős mondatot, és amikor én ezt hallottam, pontosabban olvastam, azóta tényleg nem nagyon van olyan nap, hogy ne jutna eszembe ez a mondat, így hangzik: a legerősebb tanúságtétel az olyan élet, amelyet nem lehet megmagyarázni Isten nélkül. A legerőteljesebb tanúságtétel az olyan élet, amelyet nem lehet megmagyarázni Isten nélkül. Amikor tanúságtételről van szó,
Az ember rögtön az előbb elmondott borzalomra, vagy ehhez hasonló dolgokra gondol, mert valahol belül érezzük, hogy amit ma itt jelent kereszténynek lenni, hát az nem kíván túl sok erőfeszítés. De én most nem akarom lebecsülni. Nem akarom lebecsülni egyikünk életét sem, a tiéteket meg pláne nem, mert ismerlek benneteket, és tudom, hogy sokatok közül igenis akarnak úgy élni, hogy egyértelmű legyen a világ számára az, hogy ti Jézust követitek. Tudom, hogy sokan a munkátokban, a családi életetekben fontos az, hogy ne legyen képmutatás, hogy ne mondják a szomszédok rátok, hogy na, ezek mennek templomba, aztán mellette meg hogyan élnek. És tudom, hogy sokan igenis hoztok áldozatot. Olyan áldozatot, amit itt követel meg a keresztény lét. Olyanokat, amikre itt van szükség a világnak ezen a szegletén. És igen, mindig adjunk hálát azért, mert nekünk csak idézőjelbe ilyen áldozatokat kell hozni. És jusson eszünkbe minden pillanatban az, hogyha egy kicsike kis áldozatot is hozhatok a hitemért, Istenért, az ő egyházáért, akkor azt örömmel akarom megtenni. Örömmel akarok áldozatot hozni a hitemért, a gyülekezetemért, a lelkészemért, a presbiteremért, a gyermekeimért. Ha kell, a két kezem erejét ajánlom föl. Ha kell, a két kezem erejét. Ha kell, akkor az időmet ajánlom fel az Istennek és az ő ügyének. Ha kell, a pénzemet ajánlom fel, de én utána hazamehetek. Én utána hazamehetek, és megölelhetem a családomat, és nem vágják át a torkomat. És igen, lehet, hogy ez a csak ennyi, az nem is olyan kevés. Mert hiszem, hogy mindenkinek a saját képességei szerint kell megélnie a hitét. Hiszem, hogy nem véletlenül születtünk mi ide, és nem véletlenül születtek kopt testvéreink pedig oda. Hiszem, hogy nem kell szégyelni magunkat azért, mert könnyebbnek tűnik az élet itt nekünk, pedig egyáltalán nem könnyebb. Nincs olyan, hogy könnyű élet, nincs olyan, hogy nehéz élet, mert mindenkinek az életének a minőségét az határozza meg, amit itt Mózesről is olvastunk. De az biztos, hogy a hitünk kötelez bennünket. Kötelez arra, hogy kihozzuk a maximumot az életünkből. Ezt jelenti ez a fenti erős mondat, amit idéztem nektek. A legerőteljesebb tanúságtétel az olyan élet, amelyet nem lehet megmagyarázni Isten nélkül. Érdemes mindenkinek most végig gondolni az életét. A saját élete kapcsán gondolkodjon most el mindenki. Akár gyerekként, akár fiatalként, felnőttként, idősebbként. Vajon aki rám néz, az én életemre, kívülről, lát-e olyan dolgot benne, amit egyszerűen nem lehetne megmagyarázni Isten nélkül? Olyan békességet, ami kiül az arcomra. Olyan szeretetet mások felé, ami ha kell 70-szer, 7-szer is megbocsát. Olyan áldozathozatalt Isten ügyéért, amiért lehet, hogy mondjuk a nem hívő kollégád vagy a szomszédod azt mondja, hogy nem vagy normális. Felolvasott szakaszunk Mózes életét veszi sorba, szinte élete fő eseményeit emeli ki, és azt láthatjuk, hogy egészen születése óta számtalan olyan helyzet volt Mózes életében, amit nem lehet megmagyarázni egy bizonyos dolog nélkül. És mi ez a bizonyos dolog? Hát erre hangozzék újra. Hit által rejtegették Mózest. Hit által tiltakozott Mózes. Hit által hagyta el Egyiptomot. Hit által rendelte el a Páskát. Hit által keltek át a Vörös-tengeren. Mi ez? Mi ez a dolog, ami Mózes életét alkalmassá tette arra, hogy még több ezer év után is róla beszéljünk most itt, a világnak ezen a szegletén? Az, hogy hit.
És a hívő élet az egyedüli élet, amelyet nem lehet megmagyarázni Isten nélkül. Hogyha én hitből lépek és hitből merek dönteni. A vallásos életet meg lehet magyarázni Isten nélkül. Megtanulta, ezeket kell csinálni, ezt is csinálja egész életében. Na, azt meg lehet magyarázni. A hívő, elkötelezett keresztény életet nem lehet megmagyarázni Isten nélkül. Olyan csodálatos végignézni ezt a felsorolást, a felolvasott szakaszból. Olyan szép már rögtön a legelső, amit említ a Szentíró. Mózes életét a legdöntőbb eseményekben a hite vitte tovább, de az ő élete az egy olyan pillanattal kezdődött értelemszerűen, ahol nem lehetett az ő hitére támaszkodni, mert gyerek, mert csecsemő volt, mert újszülött volt. Értelmezhetetlen lenne azt mondani, hogy annyira hitt az újszülött Mózes, hogy ezért kiharcolta, hogy életben maradhasson, butaság, nem is folytatom. Olyan szép, hogy az ő szüleivel kezdődik a felsorolás, ha emlékeztek. Az ő szüleivel hittek, már az ő szülei is. Mózes csecsemőként nem a saját hite tartotta meg, hanem a szüleié. Milyen fantasztikus üzenet lehet ez számunkra, ma élő keresztény felnőttek számára, hogy vannak ránk bízva, a legszorosabban, akik ránk vannak bízva, a mi gyermekeink. És igen, azt üzeni ezáltal a Biblia, hogy a te hited által megtarthatnak a te gyermekeid is. Van ennél fantasztikusabb erőforrása a szülőnek, aki annyit aggodalmaskodik, és talán annyiszor bántja a lelkismert, hogy mit nem csináltam jól, mit nem tettem meg jót. Mózes a szülei hite tartotta meg eleinte. Aztán Mózes felnőve már saját döntéseket hozott. Hozott rosszakat is, kétség ne legyen, aki ismeri a történetét, tudja. Na de melyikünk nem hozott már rossz döntést? Az egész életét nézve azonban nem lehet mást mondani, mint azt, hogy a legmeghatározóbb eseményeket nem lehet megmagyarázni Isten nélkül. Ezért példakép ő számunkra. Mert gondol csak végig, őrültségnek tűnik. Nem lehet megmagyarázni Isten nélkül azt, hogy Mózes meglett férfiként egy égő bokorral beszélget. Őrültségnek tűnik. Őrültségnek tűnik bemenni a hatalmas fáraó elé, és azt mondani neki, hogy elviszem innen ezt a népet. Isten nélkül ez őrültségnek tűnik. Őrültségnek tűnik egy néppel megindulni az ígéret földje felé, amit még senki nem látott. Azt sem tudták, hogy létezik-e valójában, de hittek az isteni szónak. Őrültségnek tűnik botjával a tengert csapkodni, hogy az majd hátha szétnyílik. Őrültségnek tűnik a sziklát csapkodni, hátha majd víz fakad belőle a szomjazóknak. És estig lehetne sorolni Mózes életéből azokat az eseményeket, amelyeket egyszerűen nem lehet megmagyarázni Isten nélkül. Egy élet, amit nem lehet Isten nélkül megmagyarázni. És olyan szép, hogy a felolvasott szakaszunk nem titkolja el azt, hogy ehhez azért Mózes is kellett. Nem úgy volt ez, hogy Isten Mózes akaratán kívül vagy akarata ellenére használta őt. Olvassátok el Mózes történetét. Hogy küzdött magával Mózes, amikor Isten elküldte őt? Azt mondta, hogy én erre nem vagyok alkalmas, én ezt nem tudom megcsinálni, nem tudok beszélni, nem tudok kiállni a fáraó elé és olyanokat mondani neki, mert akadozik a nyelvem, dadogós vagyok. Mózesnek végig kellett küzdenie a hit küzdelmeit. Nem csak így jött az, de végig küzdötte, és mindegyik küzdelem után hozott egy döntést. És ez volt a hit döntése. És innentől válik minden keresztény élete egyforma értékű életté. És ezért nem kell nekem itt magyar keresztényként szégyelni magam, hogy ilyen jó életem van, másokat meg lefejeznek a hitükért, mert amit én itt megtehetek, amit az én korom megkövetel, afelől én hozhatok döntést, hogy meglépem hitből. Arról nem tehetünk, hogy nekünk nem kell az életünket áldozni. Isten óvjon minket olyan időktől, hogy egyszer erre is szükség legyen. De arról már tehetünk, hogy ezért hálásak vagyunk-e.
vagy csak bele préselődik a keresztény élete is itt Európában az átlagosba, a nyavajgókba, az állandóan siránkozókba, azok közé, akik mindig csak a hiányt látják, és semmiért nem tudnak hálások lenni? Na ez már a mi döntésünk. Ezt már mi hozzuk meg. Nem egyforma életünk van, testvérem. És éppen ezért különböző a küldetésünk. Nem egyforma képességeink vannak, éppen ezért nem egyforma útra hív el Isten. De mindnyájan, akik magunkat hívő embernek akarjuk gondolni, tartani, mindnyájunkat Isten elhív, és erre az elhívásra a hitből való engedelmességgel válaszolhatunk. Dönthetünk, hogy Jézus szerint élünk, dönthetünk, hogy megbocsátok-e annak, aki bánt igaztalanul, dönthetek, hogy időt, pénzt, munkát odaszánok-e az ő dicsőségére. Mi ezekről dönthetünk. Isten világában kész törvények vannak. És ezek ugyanúgy igazak az egyiptomi kopt keresztényeknek, vagy életében is ugyanúgy igazak a mi életünkben is. És az Isten törvényéről szól a Biblia, és a Biblia annyiszor, de annyiszor erősít mindenkit, aki a hitből való döntések miatt esetleg hátrányt szenved. Mert Jézus ezt mondta. Jézus így tanította az övéit, és ezzel fejezem be. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges lesz a mennyekben. Hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Azt hiszem, hogy az elején említett 21 kopt keresztjén mártírságához ez a jézusi mondat is erőt adhatott, és az, hogy ők hittek abban, hogy ez a jézusi mondat igaz. Hittek abban, és a hitük erőt adott nekik. A te életedhez, testvérem, mi adja az erőt? Amen. Imádkozzunk. Hálát adunk, Úr Jézus Krisztus, neked, hogy olyan életünk lehet itt a világnak ezen a szegletén, amelyre nagyon nehéz lenne azt mondani, hogy nehéz vagy rossz élet. Fogalmunk sincs arról, mi az üldözés, fogalmunk sincs arról, mit jelent az életünket áldozni. De mindez nem jelenti azt, Urunk, hogy ne lennének küzdelmeink. És köszönjük neked, ha most megérthettük ezen a mai istentiszteleten a te igédre figyelve azt, hogy te nem becsülöd le egyetlen benned hívő áldozatát sem. És ha nekünk legalábbis kívülről nézve sokkal kisebb áldozatot kell hozni, az előtted ugyanolyan értékes, mint az, hogyha valaki az életét adja, érted? Így adunk hálát azért, Urunk, hogy itt lehetünk most, és visszatekinthetünk az életünkre. És feltehetjük a kérdést, hogy vajon mi honnan nyerjük az erőt az életünkhöz. Urunk, áld meg a mi életünket erővel és hittel. Tudjunk hitből dönteni. És hadd legyen igaz ránk, amit a te fiad, az Úr Jézus itt a földön mondott. Boldogok vagyunk. És boldogok leszünk akkor, hogyha kitartunk. Teremtő Istenünk, eléd hozzuk most azokat a testvéreinket, akik a betegség terhében vannak. Urunk, az igazán nagy teher tud lenni. Sokkal nagyobb teher, mint esetleg a munkámat, vagy az erőmet, vagy a pénzemet odaadni neked. Imádkozunk ezekért a testvérekért, Istenünk, és tudjuk, hogy te erőt fogsz adni nekik. Imádkozunk családjaikért, imádkozunk azért, hogy támogató közösség vegye őket körül. Imádkozunk az emlékezőkért, akik visszafele tekintenek, akik már csak emlékben tudnak együtt lenni szeretteikkel. És imádkozunk, Urunk, azért, hogy
ez az újabb járványhullám, ez óvja meg, ez kerülj el a mi kis hazánkat. Te óvj meg bennünket ettől, Urunk. Add, hogy ne legyenek komoly betegségek szeretteink, ismerőseink között. Vigyázz ránk, kérünk. Vigyázz családjainkra, szeretteinkre. Amen.